Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 8-ára. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Erre kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya, az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt. A választ megadja rá ez a kártya. A kettes szám egy párkapcsolatra utal, vagy egy szerződésre. Ez lehet a kettőtök között lévő kapcsolat. De van itt egy harmadik személy, és ez a harmadik személy figyeli az eseményeket. Ez nagyon kellemetlen lehet a háttérben, mert én úgy érzem, hogy nem ez a jóság látható ezen a képen, hanem valaki nagyon kíváncsi, hogy milyen lépéseket tesz, hogy mennek a dolgok tovább. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja ez a vándor. Nem tudja, hogy hova lépjen, megy egyet előre, kettőt hátra, vannak tervei, gondolatai, de bátortalan, bizonytalan, nem tudja, hogy milyen irányba mozogjon, vagy hogy mozogjon egyáltalán, mert lehet az, hogy inkább várakozik. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a hölgy szerencsét hoz, és itt a kejhek az érzelmekre vonatkoznak, ami szép ezen a kártyán a nagy érzelmek, és a tízes szám egy új kezdet jelentését mutatja. És ez a gyűrű azt jelenti, hogy ti egy kapcsolatban álltok vele, de ez a gyűrű mutatja azt is, hogy visszatér valami. A jelen pillanatban azon gondolkozik el, hogy valaki kíváncsi és figyeli az eseményeket. Pontosan ezt közlik az érzései, nem tudja, hogy lépjen-e vagy sem. Ezen a kártyán lehet arról is szó, hogy ő elgondolkozik azon, hogy aláírjon-e egy szerződést. Ez a gyűrű jelentheti a szerződéseket is, és ezzel kapcsolatban vannak itt beszédei, de valaki figyeli őt a háttérből, hogy milyen szerződést ír alá. Ez is lehet egy téma. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!